Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Szent Tanai Sámuel Gimnázium tornatermében. Mögöttünk már javában tart egy edzés, hogy milyen edzés is van és milyen tábor, arról fogunk beszélgetni Szenszei Márton Imrével. Kérem, mutassa be mögöttünk a csapatot, hogy kik is ők pontosan. Most név szerint hadd ne mutassak be mindenkit, mert egyrészt hirtelen föl se tudnám sorolni. Másrészt gondolom azért nem erre szólt a közvetlen kérdés. Egy jelen pillanatban egy aikido edzés történik, és a hetedik alkalommal Karcagon megrendezésre kerülő Nagykun edzőtáborról van szó, amely mondhatjuk azt, hiszem 7 év után, hogy hagyományos most már, és talán egyre többen is vesznek részt benne, az ország minden részéből érkeznek ide emberek. A szervezésbe a helyi karcagi aikido egyesületen kívül még a Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország és a Magyar Aikido Sportért Alapítvány is részt vesz, támogatja, segíti, mind szakmailag, mind a lehetősége szerint anyagilag is, de hát ez nyilvánvaló azért elég szerény és minimális. A tábor általában 4 naposra van tervezve, hiszen a szakmailag lehet, hogy hosszabb, jobb lenne, de azt tudomásul kell venni, hogy jelenleg az anyagi lehetőségei az embereknek azért elég nehezek, így hosszabb időre nem tudják se szabaddá tenni magukat, se pénzük nincs arra, hogy finanszírozzanak esetleg egy ilyet. Így körülbelül ez a 4 nap, amely már azért, hogyha fizikailag rendesen dolgozik valaki, akkor kellően fárasztó lehet, hiszen ma reggel is 7 óra 20-kor indult az első kondicionáló edzés, és utána gyakorlatilag egész délelőtt folytak az edzések, óránként 10 perces szünetekkel, vagy egy-egy órás és 10 perces szünetekkel színesítve, és délután is 16:30-tól megkezdődik az edzés, és ez szerintem legalább 8:30-ig el fog tartani. Persze itt is van szünet közben, hiszen nagyon fontos az, hogy a különböző eszközök használatakor meg különösen igaz, azért, ahogy a figyelem csökkenhet a fáradtsággal arányosan, úgy azért egyre veszélyesebb lehet, és nem az a cél az edzésen semmiképpen se, hogy valaki megsérüljön, ha bár néha előfordulhat, hiszen harcmészetről beszélünk, de inkább az, hogy fejlessze önmagát, gyakoroljon, és hát egyre jobb legyen. És ez egyre jobb legyen, erre szeretnék kapaszkodni, hiszen a vége egy vizsgával is zárul, övvizsgák is vannak, tehát azt mondom, hogy ez a kemény edzés meghozza utána idézőjelbe téve a gyümölcsét mindenkinek. Miből áll egy vizsga? Vizsgának is több része van, nyilvánvaló fokozat függő, az alacsony fokozatok egy rövid technikai részből állnak, idézőjelbe téve a rövidet, itt inkább azt mondom, hogy a tudáshoz és a tapasztalatokhoz mérten optimális, de amúgy van, akinek ez rövidnek tűnhet, mondjuk egy 1Q-s és egy 6Q-s vizsgát, hogyha összehasonlítunk, ugye a felnőtt vizsgák 6Q-ról indulnak, és utána csökken a Q-k száma, ezek az úgynevezett tanuló fokozatok, hát az 1Q-s vizsga az meg akár egy órás is lehet, és ebben vannak kondicionális rész is, természetesen technikai, és hát a magasabb fokozatnál eszközök használata a tradicionális japán eszközöké, mint a tantó, ez a kés, a boken, ez ugye a fakard, és a jo, a nak a használata. Ez, én azt hiszem, hogy még kiegészülhet azzal is azért, ami nem itt általában a helyszínen, hanem előre kell elkészíteni különböző írásbeli dolgozatok a második és az első kiunál már. Ez nyilvánvalóan egyfajta általános műveltséget a harcmészetől és az aikidónak egy-egy olyan eleme, amely lényeges, hogy azért ne csak egyfajta felületes tudást, hanem egyfajta kutatómunkát, idézőjelbe téve ezt a kutatómunkát természetesen megfogalmazzon, mert hát az csak, hogyha valaki edzésen gyakorol, akkor az nem teljes képet ad az aikidóról, jó, hogyha ezt próbálja önmaga is saját fáradtságán valahol kiegészíteni. Akkor így lesz egész az elmélet és a gyakorlat. Itt azért látom, hogy több korosztály van, tehát látom kisebbeket, iskolásokat, idősebbeket. Ez máshol is jellemző, hogy több korosztályt megmozgatnak, tehát szeretnek járni önökhöz? Hát általában azért a legtöbb helyen külön vannak edzőtáborok gyerekeknek és felnőtteknek. Igen, van egy olyan korcsoport, amely átfedést jelenthet. Ez nyilvánvaló körülbelül az a 12-16 éves korosztály, akik még a gyerekbe is beleférnek, de már eljöhetnek azért felnőtte is, illetve vice versa.
Én azt gondolom, hogy ezzel nagy probléma nincs. Nyilvánvaló a képességek fejlesztése náluk azért más irányú a gyerekeknél, és megint más indítatás van akár a gyakorlásra és a felnőttek részéről. Én azt hiszem, hogy ez nagyon jó, hogy látunk itt fiatalabbat, idősebbet, középkorút, ne idősebbet, mondjuk középkorút, és hát nem csak férfiak, hanem hölgyek is vannak. Ez különösen jó, hogy erős férfiak és csinos hölgyek vannak jelen. Én azt gondolom, hogy ez mindkét nem számára vonzóvá is teheti ezt az egész dolgot, hisz az egész életünk így épül föl azért ebbe a kettősségbe, nem is beszélve a keleti filozófiáról, ugye a yin és a yang egységéről, ahol szintén ez jelen van. Ki segít önnek, hiszen azért gondolom, hogy 4 nap alatt ennyi edzést, kondicionál edzést, mindent megtartani azért nem egyszerű. Kik segítenek önnek ebben? Hát mindenképpen nagyon fontos az, hogy mikor 7 évvel ezelőtt csináltuk, akkor még kevesebb, magasabb fokozatú volt jelen a táborban. Ugye a 7 év alatt azért a magyar aikidó is fejlődött tovább. A Nemzeti Aikidó Szövetség Magyarországnál jelen pillanatban 5 danosakból is már 2 van, 4 danosból meg 10 van, akik elérték ezt a fokozatot. Ezek azt gondolom már magas fokozatok. Tehát ezek azok a fokozatok, amelyet már nem csak országhatáron belül, hanem nemzetközi szinten is jegyzenek. És hát nyilvánvaló van 1-2 olyan területi instruktor, aki amellett, hogy én itt vagyok és vezetem az edzéseket, itt vannak és segítenek és részt vesznek, és néha egy-egy részt átvesznek, vagy magán az edzésbe, akár mint asszisztensi munkával, akár pedig önálló edzés vezetéssel segítenek, sőt, hát az sem lehetetlen és elő szokott fordulni, hogy úgynevezett bontott edzéseket tartunk, és akkor külön lehet a magasabb fokozatúakkal, az alacsonyabb fokozatúakkal, tehát a differenciált foglalkoztatás azért mindenképpen egyfajta hatékonyabb edzésmunkát föltételez, és az eredménye is általában hatékonyabb. Én azt kívánom, mindenkinek legyen sikeres a szombati-vasárnapi vizsgája, és akkor találkozunk a 8. táborban jövőre. Hát én meg azt kívánom, hogy mindenki érdemei szerint, tehát ahogy produkál a vizsgán és az edzőtáborban, azt szerint sikerüljön a vizsgája. Én remélem, hogy azért ez jó lesz, hiszen az eddigi tapasztalatok, hogyha 7 évre visszatekintünk, akkor tényleg jó volt. És hát abban meg különösen bízok, hogy nem csak jövőre, hanem azt követő évben is lesz ennek folytatása, mert az lenne ennek az egésznek a pozitív hatása, hogyha folytatódna, és az biztos, hogy ez önmagában a karcagi aikidóra nézve nagyon sokat segít, hogy egy ilyen edzőtábor itt van, ennyien gyakorolnak, de ez látszik is most az edzésmunka, ahogy hallom és ahogy érzékelem, új lendületet kapott mind a gyerekek, mind a felnőttek között, és hát bízunk benne, hogy ez tényleg kitart, és jövőre is tudunk itt találkozni önökkel is. Köszönjük szépen! Én is köszönöm. Tóth Sándor, a karcagi aikidó egyesület elnöke, vele beszélgetünk. Próbálunk levegőt is venni, hiszen itt az előbb már ön is bekapcsolódott a edzésbe. Azt hiszem, hogy ez is példa a fiatalok előtt, hogy mindenki részt vesz az edzésben, aki vezető is. Persze, igen. Tehát itt aki oktatja, meg aki tanulja, mind a ketten ugyanúgy gyakorolják, csak aki oktatja, az magasabb szinten végzéstől le lehet tanulni. Mit kell tudni a karcagi aikidó egyesületről? Hát az egyesület, az 2005-ben alakult, de már előtte is voltak edzések, Zétó Tamás kezdte el itt csinálni. Ő most már 2 danos mester, én is 2 danos vagyok, meg van már 2 1-danos tagunk is. Tehát itt az idők alatt azért szépen fölfejlődtünk így tudásszintre is, meg azért olyan 30-40 fő jár rendszeresen edzésre is. A legfiatalabb az 7 éves, sokan vannak 8-9-10 évesek is, tehát gyerekek. Akkor vannak a serdülők, és vannak a felnőttek. Vannak idősebbek is, akik már ilyen 40 év fölött vannak, a legidősebbek. Azok még csak középkorúak. Azok még csak középkorúak. Jó, hát ki kell próbálni gurulgatni, és akkor... Jó, de van, aki nem nálunk, de 60 évesen kezdte el, és csinálja, tehát ő már azért idősebb. És azért láttunk itt apa, gyermeket, tehát azért azt hiszem, hogy a családi kötődés is el lehet mondani, hiszen láttuk, hogy vannak ilyenek, akik a gyermekeiket is magukkal hozták. Ez így az idők során több ilyen van, vagy csak most néhányan vannak ilyenek? Hát azt lehet mondani, hogy ez jellemző, mert sokan lehozzák a
gyerekeket, hogy mozogjanak, járjanak valamit, csináljanak valamit, és akkor ugye itt végigülik, akkor én szoktam neki, hát hogyha már itt ülsz, akkor úgyis itt van a gyerek, gyere, állj be, próbáld ki, és nagyon sokan úgy maradtak itt, hogy... Mennyit kell egyébként edzeni? Tehát most itt van ez a tábor 4 napos, ez nagyon intenzív, ezt az előbb hallottuk, de egyébként milyen rendszerességgel vannak edzések? Hetente 2-szer van, kedden és csütörtökön. Ez itt Karcagon, de edzőtáborok azok minden hónapban 1-2 alkalommal hétvégente szoktak lenni, tehát oda el kell menni, olyan, mint itt nálunk, tehát ez egy intenzív, több napos, és akkor ott lehet gyakorolni. Holnap hányan fognak vizsgázni? Tehát mindenki készül a vizsgára, vagy vannak még, akik csak most kezdték, és akkor ők még az alapoknál tartanak? Vannak olyanok, akik most kezdték, ők nem vizsgáznak, vannak olyanok, akik már régebben, azok vizsgáznak, hát különböző fokozatokra, tehát egész a kezdőktől haladóbbakig vizsgáznak. Én akkor azt kell, hogy mindenkinek legyen sikeres a vizsga, és ahogy beszéltük, találkozunk jövőre, meg még utána is. Reméljük, hogy így lesz, igen. Köszönjük szépen. Amint az előbb hallottuk, a legfiatalabb 1-7 éves kislány, Veres Viktóriával beszélgetünk. Én anyukától azt hallottam, hogy te jöttél hamarabb, és te hoztad apát. Így van ez? Hát igen, így van, és... És te miért választottad ezt a sportot? Tehát láttad valahol, és megtetszett? Hát nem, hanem anyáik mondták, hogy van ilyen edzés, és így rávettem anyáikat, hogy járjunk akkor. És akkor apa is azután járni akart, és így mind a ketten most járunk. És szeretsz ide járni? Tehát mit jelent ez számodra? Hát, nagyon jót. És nehezek az edzések? Néha igen. És egyébként mást is sportolsz, tehát iskolás vagy már? Sportolsz ott mást is? Igen, úszok. És más nem csinálok. És most ebben a táborban vannak veled korú gyerekek? Igen, vannak. Egyik osztálytársam, másik iskolatársam, de a másik osztályba jár. Áruld el nekünk, apa most nem hallja. Te vagy ügyesebb, vagy apa ügyesebb? Hát mind a ketten ügyesek vagyunk. Te meg nagyon diplomatikus vagy. Azt kívánom, hogy legyél sikeres ebben a sportban. Köszönöm.